Pálházán az egykori polgármesteri hivatalban alakítottak ki a rendőrök számára körzeti megbízott irodát. A hegyközben szolgálatot teljesítő rendőrök másfél hónapja dolgoznak ebben az épületben. Október 1-től került átadásra az új Pálházi KMB iroda, melynek keretén belül a alosztályvezetőként szolgálatot teljesítek én is az irodán. A hónap hétfői napjain tartok fogadóórát, 8-tól 12 óráig. Eddig történt a fogadóórán már bejelentés is, illetve a családsegítő szolgálattal egyeztetések. Úgy néz ki, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket az irodat, tehát az állampolgárok is érzik azt, hogy közelebb van hozzájuk a rendőrség, sokkal inkább fordulnak panaszaikkal, illetve problémáikkal hozzánk. Az új körzeti megbízott iroda a rendőrök munkáját is nagy mértékben megkönnyíti. Két gépkocsival teljesítenek szolgálatot, öt irodahelységet kaptunk az önkormányzattól, kultúráltabb és sokkal nagyobb helyen tudnak szolgálatot teljesíteni, ezáltal a minőség is reméljük javulni fog az ellátásban. A sátoralja új helyi rendőrkapitányság, közrendvédelmi és határrendészeti osztály Pálházi körzeti megbízotti alosztályán hét rendőr teljesít szolgálatot, akik a hegyközi települések védelmét látják el. Az önkormányzatok felé kiküldtünk egy tájékoztatót, amelyben tájékoztattuk őket az új a székhelyéről, illetve arról, hogy a rendőröket milyen úton tudják elérni, illetve hogy mikor tudnak problémájukkal hozzánk fordulni és milyen módon. A körzeti megbízotti alosztály vezetőjétől megtudtuk, hogy a hegyköz területén az átlagoshoz képest kevés a bűncselekmények száma. A hegyközben nem jellemző a bűncselekmények elkövetése, szezonális jelleggel ugye a falopások történnek, amelyeknek a visszaszorítására kell lépéseket tennünk, illetve az ittas garázda szülők esetében kell családügyekben intézkedni.